Sziasztok! Biztos vagyok benne, hogy ti is elgondolkoztatok már azon, hogy vajon milyen lesz az élet 100, 200 vagy akár 1000 év múlva. Ugyanez minket már nem fog érinteni, de mégis ott rejlik bennünk a kíváncsiság, hogy megtudjuk, miben lesz más az utódaink élete a mieinknél. Ti hogyan képzelitek el a jövőt? Szívesebben mennétek inkább a múltba vagy a jövőbe? Írjátok meg kommentben! A mai videóban összeszedtük nektek a 10 vélhetően legjelentősebb változást, amely a következő 200 évben be fog következni. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na de lássuk, mit tartogat 2219. 200 év lesz a várható élettartam. Szakértők szerint, ha az egészségügyi ellátás tovább folytatja a rohamos fejlődését, akkor könnyen elképzelhető, hogy 200 év múlva az emberek várható élettartama 200 év lesz. Ez első hallásra rendkívül jól hangzik, azonban számos kérdést felvet. Ilyen például az, hogy hány éves korukig fognak az emberek dolgozni? 100? 150? Ki tudja. Minden esetre elég abszurd belegondolni, hogy hogy fog kinézni majd, amikor az idősebbek a gyerekkori emlékeiket elevenítik fel. Emlékszel, Pista, amikor 150 évvel ezelőtt cukor helyett sót tettél a tanítónéni teájába? Na lépjünk is tovább! Azonos életszínvonal. Napjainkban sajnos hatalmas különbségek vannak egyes emberek életszínvonala között, hiszen míg Afrikában hatalmas tömegek éheznek, addig a világ más pontjain egyesek olyan luxusban élnek, melynek a csillagos ég sem szab határt. Tudósok szerint 200 év múlva ezek a különbségek szinte teljesen megszűnnek majd, az életszínvonal általánosan meg fog nőni. Megdrágulnak az élelmiszerek. Ennek egyszerű oka az, hogy az élelmiszereket föld alatt, mesterséges úton, laboratóriumokban fogják előállítani, mely természetesen nagyobb költségekkel fog járni, ezért pedig a vásárlóknak is többet kell majd fizetni. Hibernált kapszulákban fogunk élni. Egyesek szerint 200 év múlva a technológia lehetővé fogja tenni, hogy az elménk a testünktől függetlenül egy virtuális térben működjön. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amíg a testünk nyugalmi állapotban van, vagyis alszik, addig az agyunk képes lesz aktívan működni. Megszűnnek a valuták. Becslések szerint a globalizáció hatására a különböző pénznemek megszűnnek létezni, és csak egyetlen valuta lesz. Hogy ennek milyen hatásai lesznek, azt pontosan még senki sem tudhatja, egy dolog azonban biztos. Könnyes szemekkel fogják majd az emberek énekelni, hogy 100 forintnak 50 a fele. A repülőgépeket rakétákra fogjuk cserélni. Nem is olyan régen volt, amikor az emberek ahelyett, hogy hajóra szálltak, csak felültek a repülőre, hogy így gyorsabban eljussanak egyik pontból a másikba. Nos, úgy néz ki, hogy előbb-utóbb a repülőgépeket is magunk mögött hagyjuk, és áttérünk a rakétákra, melyek segítségével kevesebb, mint egy óra alatt eljuthatunk bárhová. Halhatatlanok leszünk. Természetesen ezt nem szó szerint kell értelmezni, de egyes elméletek szerint az agyunk, pontosabban a tudatunk, ismereteink és emlékeink képesek lesznek túlélni a testünket. Ennek nyilván csak akkor lenne értelme, ha ezeket aztán át tudnánk szállítani egy új testbe. Hogy ez miként fog megvalósulni, arról egyenlőre nem sokat tudunk. A kolonizálás mindennapossá fog válni. Napjainkban a kolonizálás még csak elméleti szinten téma, de minden jel arra utal, hogy a következő évtizedekben valóban be fog következni. A jelenlegi tervek szerint az első kolóniák a Holdon és a Marson jönnek majd létre, de 200 év múlva könnyen lehet, hogy ennél jóval távolabbra és jelentősebb számban eljutunk majd. A robotok mindenütt ott lesznek. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint a hollywoodi filmekben, hogy a robotok átveszik felettünk az irányítást, éppen ellenkezőleg. A különböző mesterséges intelligenciájú készülékek a mindennapjaink szerves részévé fognak válni, melyek leegyszerűsítik majd az életünket. Igaz, manapság is számtalan okos kütyű létezik, mint például az okos tojástartó vagy az okos kenyérpirító, de ezek inkább vicces, mint sem valóban hasznos eszközök. Régi módi közösségek.
Az elmúlt pár percben számos, mai szemmel nézve felfoghatatlan változást láthattok, melyeket a szakértők 2219-re jósolnak. Biztos közületek is vannak olyanok, akik annyira nem örülnének ezeknek a változásoknak. A tudósok szerint a jövőben lesznek majd olyan közösségek, akik nemet mondanak a modern kor vívmányainak, és úgy fognak élni, ahogy nagyszüleik, dédszüleik éltek egykoron. Ezzel a lista végére értünk. Nektek melyik újítás tetszene a legjobban? Írjátok meg kommentben, és egy lájkkal jelezzétek, ha tetszett a videó. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!